Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere szívélyes köszöntőjével üdvözölte a Városháza dísztermében a 18 tagú német delegációt. Mindig nagy öröm számomra, amikor találkozunk a partnertelepülés képviselőivel. Én ebben 18 éve veszek részt, és azóta nagyon sokat változott a világ itt Magyarországon is, és Németországban is, de én azt gondolom, hogy mégis nagyon fontosak azok a barátságok, amelyek kötettek, és itt most személyes barátságokra is gondolok akár, és nyilván települések között is a hivatalos delegációs partnerségre. Sokat változott a világ, de én, ahogy a köszöntőmben is elmondtam, hogy én nagyon bízom abban, hogy sokkal több minden van, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. És azt hiszem, hogy az évről évre való találkozás az ennek ékes példája. A protokoll és baráti kapcsolatokon túlmenően is vannak terveik a vezetőknek. Én nagyon bízom abban, hogy mint ahogy az elmúlt években nagyon sokáig egyébként a két település között volt egy ilyen diákcsere program, aztán ez egy kicsit elhalt, és valljuk be őszintén, a Covid se tehet ennek jót, de én nagyon bízom abban, hogy ez egy kicsit talán fellendül, hiszen a magyar gyerekek nyelvtanulása is nagyon fontos egyébként, hogy német nyelvterületen tudjanak németül tanulni, és nagyon fontos az is, hogy bár családdal most már nyitott a világ, tehát mióta az Unióban vagyunk, azóta bárki bárhova utazhat, ha van rá anyagi lehetősége. De mégis fontos az, hogy esetleg a diákok ne csak a turisztikai látványosságokat lássák, hanem a valóságot ott, és a német diákok a valóságot itt, hiszen a média nem feltétlenül ezt tükrözi. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy az elmúlt több mint 30 év után ez legalább egy ugyanilyen hosszú partnertelepülési kapcsolat lesz. Ugyanennek én már nem leszek a tagja, hiszen nem leszek tovább önkormányzati képviselő és polgármester, de nagyon bízom abban, hogy a jó kapcsolat a települések között megmarad, és nagyon bízom abban, hogy az a program, amit összeállítottunk a mostani delegációnak, ami részben itt helyben, részben a közelben például, itt is a környéket is be tudjuk mutatni, és egy puszta programra is elvisszük a vendégeinket. Ott azért ilyen nincs. És én nagyon szeretném, hogyha ez is, mint minden ilyen látogatás, örök emlék lenne az ide látogatóknak. Nagyon sokan vannak, akik már sokatszor jönnek ide Magyarországra. Van köztük olyan is, aki már nem képviselő, csak képviselő volt. És szinte, ugye főleg most már az interneten keresztül elég jól tudjuk tartani a kapcsolatot, úgyhogy én hiszem, hogy itt nem csak országokat és településeket, hanem emberi barátságokat is ápolunk azzal, hogy ma fogadjuk, illetve a hétvégén fogadjuk ezt a német delegációt. A mai fogadáson is itt van a Német Nemzetiségi Önkormányzat összes képviselője, és a holnap délutáni programot pedig ők fogják szervezni, tehát lesz egy koncert, egy ilyen tavaszi koncert, ami kifejezetten sváb zenéket tartalmaz, tehát azt fogunk hallgatni, és én nagyon szeretném, hogyha valóban itt a németek nem csak Tolnát, hanem az itt élőket személyesen is, és itt éppen ezért fontos az, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is ott legyenek, hogy a németséget is, hogy milyen ma Magyarországnak német nemzetiségűnek lenni, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy már annyira beleolvadt az össztársadalomban a német nemzetiség is, mint az összes többi talán. Hogy nyilván nincsenek viták, de én azt gondolom, hogy az, hogy ők a német-sváb hagyományokat őrizzék gasztronómiában, zenében, táncban, viseletben, az nagyon-nagyon fontos, és Tolnán ez működik. Mözsön talán még egy kicsit jobban is, úgyhogy éppen ezért megyünk holnap a mözsi programra. Remélem, hogy az is nagyon izgalmas lesz. Petra Maria Becker főpolgármester elmondta, hogy minden találkozás öröm számára, és azt is, hogy miért tartja nagyon fontosnak a két város közötti kapcsolatot. Ich freue mich so, dass ich hier sein darf. Ich bin seit 2018
Én nagyon örülök, hogy itt lehetek. 2018-ban lettem Stutenzé főpolgármestere, 22-ben lett ez a partnerség 30 éves, és mindenki mesélt nekem akkoriban, hogy milyen szép itt és a tolnai barátokkal találkozni. Így 19-ben voltam itt először, és ismerkedhettem meg. Az utóbbi évben, a korona után olyan sokan voltunk, és olyan nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki, hogy hihetetlenül vártuk mindannyian az újra találkozást, ezt a hétvégét. Kontakt, so dass wir uns alle wirklich unheimlich auf den heutigen, auf dieses jetzige Wochenende gefreut haben. Nekünk egy jó és baráti kapcsolatunk van. Ilyen esetben a lehetséges politikai különbségeknek nincs szerepük, ugyanis mi itt időt tölteni akarunk egymással, eszmecserét folytatni, egymástól tanulni, így ennek nem szabad megosztó szerepet játszania. Da darf das dann am Ende keine trennende Rolle spielen. A négy napra érkezett küldöttség tagjait nem hagyták unatkozni, hiszen igazán mozgalmasra sikeredett és színvonalas programokon vehettek részt.